A szocializáció. A kiskutya fejlődésének első szakasza, amikor megtanítjuk őt az ember alkotta környezetben viselkedni, illetve az olyan szabályok elsajátítására megtanítjuk, amik a társadalmi együttélést lehetővé teszik. Nekünk kutyásoknak, kutyatartóknak kell úgy képezni a kutyáinkat és úgy irányítani az ő viselkedésüket, hogy a nem kutyások, illetve akik esetleg a kutyát nem szeretik, őket semmiképpen ne zavarjuk a mi kutyatartásunkkal. A szocializáció már egész fiatal korban kezdődik. Az első szakasz már még a tenyésztő felelőssége, amikor a kiskutya érzékszervei működni kezdenek, ezt követően már meg kell ismertetnie a szűkebben vett világgal a tenyésztőnek a kiskutyát. Nagyon fontos, hogy mire 10-12 hetes korban elválasztásra kerül az anyakutyától a kiskutya, megismerkedjen a környezet ingereivel, a fokozatosság elve mentén szokjon hozzá az idegen emberek jelenlétéhez, szokjon hozzá a környezeti hatásokhoz, a zajokhoz. Természetesen ezt mindig olyan módon kell a kiskutyának csepegtetni, hogy semmiképpen ijedelmet ne okozzunk neki. Ez azt jelenti, hogy a tenyésztőnek már fiatal korban a kutyát ki kell tenni olyan ingerhatásoknak, amik jó irányba befolyásolják az idegrendszer működését. Ha teljesen izolált, ingerszegény környezetben felnevelt kiskutyákra rázódul később a környezeti hatás, amit a civilizált társadalom generál, akkor félénké válhat, és olyan súlyos idegrendszeri károsodást szenvedhet, ami a későbbiekben megnehezíti a boldog együttlétet a kutyával. Az ember alkotta környezetben és a társadalmi elvárások között a kutyának úgy kell viselkednie, pontosan azt is úgy kell csinálnia, ami nekünk tetszik. A kutyának meg kell tanulnia viselkedni először is a gazdával, a családtagokkal, meg kell tanulnia viselkedni az idegen emberekkel, legszerencsésebb, ha közömbösen viselkedik velük, és az idegen állatokkal is. Az idegen állatokkal szemben is közömbösség kell tenni a kutyáinkat, illetve meg kell tanulniuk, hogy idegen emberekkel, illetve állatokkal a kapcsolatot csak akkor vehetik fel, ha erre a gazdájuktól engedélyt kapnak. A szocializációs periódust primer periódusnak nevezzük a kutya 3-4 hónapos koráig, mivel 3 hónapos korban szokott a gazdához kerülni, akkor itt a tenyésztő felelőssége nagyon fontos, és az ezt követő 1 hónapban pedig az új gazdinak kell már rendszeres és szakszerű foglalkozással felvértezni a kutyát olyan tudással, hogy képes legyen kultúráltan viselkedni az ember alkotta környezetben. Ezt követően jön a szekunder szocializációs korszak, körülbelül az ivarérettségig, amikor már egy kicsit nehezebb szabályzó rendszereket tudunk megtanítani a kutyának, de a végeredmény az, hogy egy engedelmes, szófogadó kutyává válik. Segítséget ehhez szakemberektől tudunk kapni, illetve tudnak a laikusok kapni. Legszerencsésebb egy kutyaiskolán már 4 hónapos kortól a kölyök suliban vagy a kutyaóvodában a kutyával rendszeres foglalkozáson részt venni, és ezt követően, ahogy a kiképzésvezető úgy ítéli meg, akkor már szépen be lehet csatlakozni a kezdőcsoport munkájába, ahol nem csak a kutya tanulja meg az alapszabályokat, hanem megtanítjuk a gazdákat arra, hogy hogyan legyenek képesek a kutyáik viselkedését úgy befolyásolni, ahogy az nekik tetszik.